Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Ismét itt vagyunk azzal a műsorban, amely a családra hívja fel a figyelmet. Műsorunk célja, hogy egy-egy problémával kapcsolatban elgondolkodtatni tudjuk a szülőket, nagyszülőket, esetleg a gyerekeket is. Mai témánk már az adventről szól, hiszen hamarosan advent első hétvégéjét élhetjük meg. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Papp Csilla életvezetési tanácsadót, szakértőt és párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház alapítvány szakmai vezetőjét, mozgásterapeutát, egészségfejlesztőt. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Just is felmondom a titulusait felét, és sok szeretettel köszöntöm természetesen Tornyai Gábor atyát, plébános, mentálhigiénés szakembert. Én is köszöntök mindenkit. Legközelebb csak annyit mondja, légy szíves, rekreológus, abban minden benne van. Na, ezt sose várt olyan, légy szíves, köszönöm. Nos, hát talán a jókedv köszönhető annak is, hogy azért adventre készülünk már. A Zsuzsi különösképpen is. Igen, az adventnek a színe, a várakozásnak, a készületnek a színe, és a bűnbánaté is, de hogy a várakozás és a készületnek a színe. Én mindig szánom bánom bűneim. Akkor a készülődést mindig kezdjük is úgy el, hogy segíteni tudjunk azoknak, akik még nem tudják, hiszen ma már olyan gyönyörű adventi koszorúkat lehet kapni, amiben nem jelenik meg a lila. De mi az igazi, hagyományos, katolikus adventi koszorú, hogy néz ki? Hát alapvetően a liturgia színét követi az adventi koszorú. Igazából most ebben én vagyok bizonytalan, de én valószínűleg tartom, hogy inkább a liturgia vette át az adventi koszorú használatát, mint a világ kezdte el használni az adventi koszorút. Az előző adásunkban a türelemről volt szó, és arról beszélgettünk elég hosszasan, és azt gondolom, hogy az adventi időszak is bőven tud szólni a türelemről. Én nagyon szeretem a gyertyagyújtásokat. Egyrészt ugye a családok életében is egy szép dolog tud lenni, sok-sok család van, akik használják ezt a kis szertartást, hogy leülnek a adventi koszorú mellé, és akkor valami kis éneket, imádságot mondanak, és akkor meggyújtják azt a bizonyos gyertyát, és hogy ez az egyre több fény, egyre több gyertya gyulladt meg, és hogy ugye az adventnek ez a várakozás, a készülődés, mondhatjuk így, hogy a türelem gyakorlása egy nagyon jó üzenete tud lenni, hogy majd megérkezik az, akire várunk. És tulajdonképpen a katolikus értelemben, vagy ha nagyon ilyen hivatalosan akarom nézni a mi oldalunkról, akkor ez a három szín, ez a három lila is egy rózsaszín. Ugye a rózsaszín az örömnek a színe a liturgiában. Ritkán használjuk Nagybőjt 4. vasárnapján és Advent 3. vasárnapján. Úgyhogy olyankor mi papok is rózsaszínba öltözünk, úgyhogy van egy-két izgalmas miseruha, amit úgy azért így fölvesz az ember, akkor kicsit olyan furán érzi benne magát, hogy ez a rózsaszín azért az nem az a rózsaszín, amit szívesen hordok, de van a rózsaszínek olyan árnyalat, amit szívesen fölveszünk, és akkor így kifejezetten az örömre, az örvendezésre irányítjuk a figyelmet a készülődés vagy a várakozás mellett. És az adventi koszorúnak a gyertya színei igazából a liturgia oldaláról közelítve, akkor ezt követik. De ahogy mondtad, hogy manapság már azért már mindenféle színben vannak, pirosban, meg nem tudom, ezüstben, meg aranyban, meg mindenféle színekben, mind dekorációs elemként. Ja, nagyon sok minden belekerül dekorációs elemként az otthonok életébe, mondjuk amiket liturgiákba használunk. Akár ez így is igazából eltávolodott ettől, és tényleg a készületnek vagy az adventnek a jeleként jelennek meg otthonokba. Nagyon-nagyon szép adventi koszorúk. Ahogy te elmondtad, ez családokban az igazi keresztény elvek szerint élő családokban olyan természetes, ahogy te elmondtad, természetes, de az adventi időszakot majdnem minden család megéli. Jó, van egy-két vallás, ahol nem így élik meg, de valamelyest igen, és nem biztos, hogy a szülő ott mindig el tudja mondani a gyereknek, vagy a gyerek, aki nem keresztény családban nőtt fel, föl tudja fogni, hogy tulajdonképpen mi is ez az advent. Tehát ez a szülő, aki azért hazavitte a koszorút, és azért az első vasárnap meggyújtja azt az első gyertyát. Valamit ugyanúgy kéne mondjon a gyerekének, mint ahogy beszéltük akkoriban a halottak napjával és minden szentekkel kapcsolatban, hogy ott is kell mondani a gyereknek. Tehát egy
hogy lehet ezt szépen elmondani a gyereknek, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy csak most azért, mert lehet kapni ilyen koszorút, hát hazahozta, aztán ide rakta nekem az asztalra az anya. Én akkor azt tudtam mondani, hogy az a nagy kérdés, hogy mondjuk magának a szülőnek mit jelent például a karácsony. Mert hogy a karácsony felül van értelme van mondjuk az adventi koszorú gyertyának a meggyújtása, mert tulajdonképpen készülök a karácsonyra. Mint ahogy a nagybőjt időszakunk is egy készületi idő. Ugye a régi szokás volt, vagy elnevezés az adventi időszaknak a kisbőjt. Tehát ugye a nagybőjt van a húsvét előtti időszak, a 40 nap is, ez is egy tulajdonképpen bőjt időszak. Tehát hogy a lila nem csak a, így most a várakozást, hanem a bőjtöt, a megtartóztatást is szimbolizálja. Mint ahogy egyébként, hogyha valaki jön hozzánk vendégségbe, akkor arra valahogy előkészülünk. És tulajdonképpen ez az ünnepre való készülődés, hogyha gyereknyelvre próbálom lefordítani, hogyha valakinek van szülőnapi partia, akkor arra elő kell készülni, és akkor válik igazán szépé, vagy különlegesé az a parti, hogyha van előtte a meghívók elkészítése, hogy most kit hogyan hívjak meg, hogyan öltözök, mi legyen a dekoráció, mi legyen milyen játékok legyenek, és akkor arra elő kell készülni, egészen de el nem jön az ünnep, és akkor aztán lehet ünnepelni, és ki lehet engedni azt, amire készültünk. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, tulajdonképpen ez az adventnek a lényege. Ami nekem egy picit így nehéz, hogy az advent az a most így a hétköznapi életben nem adventtel kezdődik. Vagy a karácsony nem a karácsonynak készül, és nem adventtel kezdődik, hanem sokszor már november elején, vagy most már október közepén elkezdenek megjelenni az áruházakba, vagy akár már dekorációba is a karácsonyi szimbólumok, amik még nem ott van a helyük. Lehet, hogy én vagyok ezekben kicsit konzervatív, vagy merev, de azt gondolom, hogy akkor válik igazán azzá, ami, hogyha akkor valamikor lennie kell. És hogy tulajdonképpen most egy picit ez így átmosódik, hogy elmosódik, hogy akkor mikor kezdünk el készülni arra, hogy ünneplünk, vagy rákészülni az ünnepre. Zsuzsi, te találkozol a legtöbb gyerekkel. Mi a tapasztalatod karácsonykor? A karácsonyfát és az ajándékot várják a gyerekek, vagy tisztában vannak vele, hogy az valójában egy születésnap? Az ajándékot várják. Az ajándékot várják az esetek majdnem 100%-ában, és azért nem mondok teljesen 100%-ot, mert azért van egy-két üdítő kivétel. Nagyon nagy baj a fogyasztói társadalomunk ránk kényszerítette ezt az életformát, létformát, életminőségromlást, amiről beszéltél, Gábor, hogy igen, már október közepétől ott vannak a karácsonyi díszek, a gyerekek találkoznak mindenfélével, és így állnak, és néznek, és akkor most ők, akik még az időben rosszul tájékozódnak, nem értik, össze vannak zavarodva, és akkor figyelmen kívül hagyjuk. De megtanuljuk, hogy figyelmen kívül hagyjuk, és ez így marad. És már csak arra figyelünk, ami engem, nekem, én értem, én miattam, hozzám. Tehát ez nagyon-nagyon sémásítja, és silányítja, és mérhetetlen módon degradálja ezt az egész évvégi ünnepkörünket, felkészülésünket, mindenünket. Ugye a régi világban könnyű volt, mert akkor a természettel együtt éltek az emberek, nem volt áram, nem volt semmi, hanem jött a sötétség, és akkor az áldott sötétbe el kellett csendesedni, fel kellett készülni. Most ez nincs, ugye felkapcsolod a villanyt, mindenhol akárhány luxot, wattot, mit tudom én, mit tudsz magadnak csinálni, és bármihez azonnal hozzájutsz. Na most, hogyha a családban ennek van egyfajta rendszere, és abban ez be van épülve, ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy jó esetben két külön családból érkezik két fiatal, akik családot alapítanak, két különböző kultúrkörből jöttek, ők alakítják ki a saját rendszerüket. Az én szüleim, a te szüleid, te mondd meg anyádnak, te beszélj apáddal, ők jönnek, mi megyünk, stb. Tehát, hogy ezeket le kell kommunikálni. Régen a nagy családban ez nem volt kérdés, ahol a nagymama volt, ott mindenki összegyűlt, pláne ha még dédi is volt, és akkor együtt ettünk, sütöttünk, főztünk, voltunk, és akkor megéltük, amit meg kellett élni. Most már nem az a karácsony, hogy együtt megsütjük a karácsonyi kalácsot. Tehát ez elveszett. Olyan szép van egy család az ismeretségi körömben, ahol gyönyörű koszorút sütnek minden évben az adventi koszorút. Tehát gyönyörűség. Ott kezdődik. Együtt gyúrjuk a tésztát. Gyerekek is sütik, igazgatják, formálják. Tehát, hogy ez gyönyörű. Hogyha valóban
a gyerek megkapja ennek a tartalmát, és nem csak a fénylő, csillogó külcsint, akkor van létjogosultsága, megértelme, megmélysége. Ha ez elmarad, akkor csináltunk valamit, és eltöltöttük az időt. Nagyon-nagyon nagy veszteség ez, azt gondolom mindenkinek. Azért az előbb is említettem, hogy az legutóbbi adásban beszélgettünk a türelem kérdéséről, és ugye akkor is mondtam, hogy az mondani, hogy fontos, hogy legyenek olyan alkalmaink, amikor megállunk. Hogy mondjam, mondta ezt így katolikus pap fejemmel, hogy a vasárnap értékét megtalálni, de azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos az ünnepeket megtalálni. Mert ugye egyébként teljesen szétfolyik az időnk. Tehát amire pont így beszéltél, hogy elveszik az időnk, és csak úgy zajlik minden, és csak így történik körülöttünk minden. És már igazából nem lesz fontos semmi. Ugye a kérdés, hogy ezek a személyes találkozásink fontosak maradnak-e. Ugye picit van egy ilyen átalakulás, aztán lehet, hogy én látom rosszul, de hogy kicsit ilyen wellness ünnepék kezdenek átalakulni az ünnepeink, mert akkor mondjuk egy karácsony is 3 nap, ha úgy alakul, most is nem, ha jól emlékszem, 3 napos lesz a karácsony ünneplés, hogy húsvétnál ott még inkább kijön, hogy a nagypéntek meg húsvét hétfő, és akkor ilyenkor a szállodák tele vannak, és kikapcsolnak az emberek. Nézhetem persze úgy is, hogy ez is egyfajta ünnep, mert kilépek a hétköznapi pörgésből. Vajon, de ott is persze kérdés az, hogy vajon megállok-e, mert akkor tud ünnepé lenni, hogyha meg tudok állni, egy picit magamhoz térni és kikapcsolni, de hogy vagy odafigyelni a másikra, akkor ünnepé tud válni. És lehet, hogy furán hangzik így tőlem papt, hogy akkor ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy egy szállodában vagy otthon ünneplek, ha tudok találkozni a többiekkel, vagy ha meg tudok állni és tudok töltődni. Az már csak egy plusz dolog, hogy a magának az ünnepnek a lényegét egyáltalán tudom-e, jelente nekem bármit is. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy már ilyen posztkeresztény országban vagyunk, tehát hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy mi keresztény ország legyünk. Még akkor is, hogyha azért nagyon sokszor hangoztatják, hogy a keresztény kultúrát védjük, vagy fontos a keresztény kultúra, csak nekem ez is egy kérdés, hogy értjük-e, tudjuk-e, mit jelent a keresztény kultúrának az érték az életünkben, és nem csak egy külső kirakatot védünk, vagy valami szép dolgot, ami külsőleg szép, csak valahol a tartalma már elveszett. És egy adventi készületben szerintem pont ez vetődik föl kérdésként, hogy jelent-e nekem bármit is a karácsony, ha igen, akkor fogok rá készülni, ha nem, akkor letudom. Uh-huh. Azért beemlítettük azt, hogy nagyon anyagias lett a világ itt. Most hogy menjek vissza? Hát vagyunk itt egy páran, akik abban a bizonyos rendszerben nőttek fel, ahol tulajdonképpen az advent szót nem is nagyon emlegették, inkább volt bronzvasárnap, ezüstvasárnap, aranyvasárnap, tehát tényleg csak erről szólt, és karácsonykor úgy, ahogy megjelent maga az ünnep lényege egy kicsit, de igazából ugye nem ez volt a lényeg. És mi például magamból is érzem én ezt, bár akkor is jártunk éjféli misére, de ez, hogy az advent legyen, és hogy inkább megnyugodjak, mint hogy felpörögjek, hogy még ezt is megcsinálom, hogy még ki kell takarítani, hogy még ide kell elrohanni, hogy még nagyobb legyen a menü, hogy egyáltalán. Most tanulom én is, hogy nem, lassíts, hogy az adventnek nem erről kell szólnia. Nem lehet, hogy az a bizonyos 40 év is benne van abban, hogy mi most itt tartunk, és tényleg ezt az advent kérdést sokan csak tanuljuk? Biztos, hogy benne van. Hát ugye ez lett belénkódolva 40 évig, és ugye mindannyian túl vagyunk már a 4. X-en, tehát gyerekként ezt tanultuk, és a szüleinktől is ezt láttuk mintaként. Jó, hogy volt néhány család, akik akkor is eljártak éjféli misére, vagy eljártunk jó esetben éjféli misére, de hogy valójában akkor miről szólt? Ugye volt talán már vasvasárnap is volt, erre nem emlékszem pontosan, de bronz, ezüst, arany biztos, és mindenki az utolsó fillérjét is elrohant elkölteni, hogy még több ajándék legyen a fa alatt, még több étel legyen, még több ital, tehát egy keresztény. Kereskedelmi ünnepet csináltunk, és erre még ugye nyilván ez a váltás, ez még rátett 5 lapáttal, mert ugye vannak, akiknek a még nagyobb luxus az igényük,
és még a fölött is, és nem az a lényeg, hogy elcsendesedjenek, megálljanak, vagy mondjuk a gyerekeknek átadjanak egy olyan karácsonyi készülődési kultúrát, mert hogy ennek is lehet egy kultúrája, vagy magának az adventnek egy kultúrája, amiből a gyerek tartalmat kap, értékrendet kap, másfajta gondolkodást kap. De ugye mi vagyunk a társadalom, ti is, mi is, én is, tehát mi a társadalom dönti el, és személyenként mi magunk, hogy mennyire megyünk ebbe bele. Hogy mondjuk az én tudatosságom, az én értékrendem, az mit enged, és hogy mennyire akarok belesodródni a mások elvárásába, vagy abba, amit a többiek csinálnak, avagy én azt mondom, hogy stopp, én vagy mi, a családom, a párom, a gyerekeim, mi így tervezzük, mi így csináljuk, és nekünk ez így tökéletes, és nem sodródunk bele azokba a dolgokba, amikről itt végig beszéltünk, a töménytelen vásárlás, a süteményhegyek, a menüsorok, a nem tudom én, 8 méteres karácsonyfa és a többi. És igazából, amit mondott Gábor, hogy wellness ünneppé vált, ez is azért van, mert szerintem nagyon sok család már úgymond belázadt az ellen, hogy egy ilyen etetés, itatás, egy ilyen össznépi, nagy, nem is tudom, gasztronómiai élményé vált a karácsony, mert hogy nem arról szól, hogy felkészülünk, elcsendesedünk, befelé fordulunk, és mondjuk törődünk egymással, hanem hogy egy teljesen más stílust vettünk fel, ami nem egészséges. Itt egy kicsit azért nem értek egyet, mert ez az elősívás az azt jelenti, hogy együtt van a család. Így van. Az attól függ, hogy mennyi a mértéke, mert legyen együtt leülés, nem azt mondtam, hogy ne legyen vacsora, de amikor az van, hogy mondjuk egy helyre 16-an mennek a 3 nap alatt, 3-szor, az azért már sok. Tehát ott az asszony, az a nő, aki ezt ellátja mondjuk egy párral együtt, vagy akár segít a gyereke, azért azt mondjuk ki, hogy megterheli. Igazából azt hiszem, hogy annyi van, tehát ugye amikor extra menüsor van, mert hogy karácsonyra ilyen, akkor nem csak a halász létől, akkor nem tudom mennyi mindent kell csinálni. Hát mindenkinek a kedvencét. A káposztát, a halászlét, a mákos gubát. Tehát kell az evés, ez nem úgy menjen át, hogy én nem mondom azt, hogy üljünk. Tehát nyilván összeülünk, az a legjobb rész, amikor összeülünk. De hogy ne arról szóljon, hogy nem tudom én hány menüsort, és ott 3 napig áll a bál. Csak nekem az lenne a fontos ebben, hogy nagyon jó, de ezt vigyük át az év többi részére is. Legyünk együtt. Tehát, hogy nagyon jó karácsony, hogy egy ilyen nagy családok összejövünk, és legyen akár hatalmas menüsor, de ugye azt gondolom, hogy az lenne a fontos, vagy ha valamit meg akarunk tanulni, vagy felfedezni, vagy akik néznek bennünket, és elgondolkodnak, hogy újra felfedezni azt, hogy van egy olyan, hogy rákészülök valamire, és ünneplek. Tehát, hogy itt most az adventről beszélünk, adventben karácsonyra készülünk, de hogy én egyszer csináltam egy ilyen, ugyanak nagyon jó helyen van az Öreghegyi plébánia, piros lámpa, csomó busz, autó, minden megáll, és időben kitaláltam, hogy ez egy jó kis ilyen hirdető felület, hogy olyan molinókat, ilyen hirdető molinókat csináltunk, és egyik éven csináltam egy ilyet, hogy ne csak a szeretet ünnepén szeress igazán. Uh-huh. Mert ilyenkor nagyon tudunk szeretni, és minden csiringel, meg nagyon szép ünnep, még nem, de hogy nagyon jó, oké, tanuljuk meg, csináljuk, főzzünk meg ajándékot, igen, de hogy, és az év többi időszaka, hogy itt most nagyon sokaknak, nagyon sokan segítenek nagyon sok mindenben, nagyon szép, nagyon jó, és az év többi időszakában, hogy tudok odafigyelni a másikra, hogy tudok megállni, hogy itt gyorsan megpróbálok kitalálni, hogy milyen ajándékot vegyek neki karácsonyra, mert hogy sokatnak így ez van a fejében, és az év többi időszakában, vagy mennyire figyelek oda a másikra, vagy adok-e neki mondjuk olyan ajándékokat, teszek-e olyan dolgokat, amiknek őrül és szeret. Tehát, hogy egy jó lehetőség, ugye kérdez, hogy az advent, szerintem egy jó lehetőség az, hogy újra megtanuljuk ezeket az egymásra figyeléseinket, meg az egymásnak időt adásainkat. Próbáljuk meg most valamit. Többnyire ebben a műsorban konfliktus helyzeteket beszélünk meg, nyilván ami egy családba előfordulhat. Nem tudatosan nem adunk tanácsot, mert ugye azt mondtuk, hogy a műsor célja, hogy elgondolkodtasson. Most mégis arra kérlek benneteket advent előtt, hogy segítsünk a családoknak, a szülőknek azzal, hogy adunk egy-két ötletet, hogy lehet felkészülni erre az adventi időszakra, hogy lehet úgy elkezdeni, hogy tényleg megélje a család. Tehát milyen trükkök lehetnek? A gyertyagyújtás volt az első, az egy nagyon fontos, hogy tényleg nem kell, hogy
fű milyen aranyból legyen az a bizonyos koszorú, de mégis ott legyen a 4 gyertya, ez az első, hogy legyen gyertyagyújtás, és a gyertyát ne anyuka egyedül gyújtsa meg, aztán majd észreveszi a család, hogy ott ég valami, gondolom ez is fontos, és akkor itt jöhetnek az ötletek. Mi az, ami még segíthet a családnak, és hagyománnyá válhat, hogy tényleg adventé váljon az adventi időszak? Bocsánat, még van rá 5 percünk. Jó, még a gyertyagyújtás előtt nekem szerintem az is fontos, hogy együtt csináljuk a koszorút, mi minden évben együtt csináljuk. Tehát az is már a rákészülés, a hangolódás része. És akkor még nincs gyertyagyújtás, csak megveszük hozzá az eszközöket, mert hogy mi együtt csináljuk, nem kézkoszorút veszünk. Most nyilván nem mindenki kreatív, meg nem szeret kézműveskedni. Szokottam, hogy ügyeseknek ezt érem. De ha módjában áll, akkor vagy felújíthatja a tavait például. A kevésbé ügyes pedig megy utána gyónni, mert... De hogy ez, szerintem ez is egy nagyon klassz dolog, amikor én nagyon jó megéléseim vannak, vagy megéléseink vannak, amikor együtt csináljuk, és aztán majd meg is gyújtjuk, mert volt, hogy előző nap volt csak időnk elkészíteni, de megcsináltuk együtt, és élveztük minden pillanatát. Tehát már az, és ott már egyébként a koszorú készítés közben elindultak a gondolatok, hogy fogjuk csinálni az egészet. Ajándékötletekkel álltunk elő, és aztán ez így folyamatosan emeltük a tételt, tehát minden nap valami, a menüsort kitaláltuk, a mikéntjét az egésznek. Tehát ez már egy jó hangolódás. Én azt gondolom, hogy a gyerekeket úgy lehet ebbe belevonni, ha már erről volt szó, hogy a gyerek hogyan tanulja meg azt, hogy karácsony, meg szeretet nyelv, meg szeretet, hogy az anya megbeszéli vele, hogy akkor apának mi lesz a meglepetése? Apa megbeszéli, hogy anyának mi lesz a meglepetése a gyerekkel, és ez egy ilyen közös titok, és várjuk, hogy ezt mikor tudjuk majd világossá tenni. Annyira szép volt, ahogy mondtad a műsor elején, hogy egyre több gyertya ég, jön a világosság. Én még emlékszem azokra a karácsonyokra, amikor a végén a karácsonyfán is nem a műanyag izzók, hanem a gyertyák égtek, és hogy az milyen illatot adott, és hogy milyen belső varázsa volt ennek az egésznek. Hogyan ilyen lehet rá készülődni? Ilyen katasztrófa védelem munkatársai máshogy vélekednek. És a csillagszórók. Okay. De hát ez ettől még, én azt gondolom, hogy abban az időben se égett le minden ház. Tehát lehetett azt úgy csinálni. Hogyan legyünk felkészültek ebben a helyzetben is? Hát tervezzük meg. Nem lehet mindent megtervezni, de meg lehet azt tervezni, hogy ki mikor mit készít el, ki mikor mit takarít ki, ki mivel, hogyan veszi ki a részét, és egy idősorrendet, mikor hova megyünk, ki jön hozzánk, megtervezni, hogy ne egy emberre háruljon túl sok feladat, és a többi, és a többi, és minden este az adventi időszakban legyen egy negyed óra, 20 perc, amikor arról szól, hogy egy nappal megint közelebb vagyunk, ez meg már kész. Jaj, akkor holnap, tehát, hogy igazándiból megéljük ezeket a dolgokat, és úgy menjünk el karácsony napjáig, karácsony estéig, hogy amikor odaérkezünk, akkor ne a sürgősségire kelljen menni, mert azt hiszi az anyuka, hogy infarktusa lesz neki nem sokára, mert már zsibbad a karja, meg nem tudom, hogy minden baj van a takarítástól, mosástól, főzéstől. Tehát, hogy nem, hanem, hogy ez szépen, rendszeresen, és együtt, előre tervezve mindenki vegye ki belőle a részét, és akkor ne az legyen, hogy egy valakinek kelljen. Itt erre szeretném kérdezni Gábor atyát, mint azért ebben benfektest. Biztos, hogy nem jön a Jézuska, ha nem csillog az ablakom? Biztos, hogy jön. Meglátjuk. Szerintem meg kell próbálni, aztán kiderül, hogy... Nekem még, ami még eszembe jutott, ha most csak így a gyerekekre fókuszálunk, de lehet, hogy mondjuk felnőttekként is meg lehet ezt csinálni. Van az is egy ilyen divattá vált egy picit, az adventi kalendárium készítés. Uh-huh. Hát, hogy minden napra van, ugye vannak az édességváltozatok, de vannak az üzenetek is, hogy minden napra mondjuk egy üzenet. Láttam családokat, én kis zsákocskák vannak, és akkor beletenni egy üzenetet, és ott ha nincs is gyerek, de hogy egymásnak ajándékba készíteni, aki mondjuk egyedül van, őnek is lehet ajándékba adni mondjuk egy adventi kalendáriumot, szerintem egy nagyon kedves dolog lehet, hogy akkor ő is tud valamilyen formában akár készülődni, nem azt éli meg, hogy egyedül van, hogy valakinek, valakihez köze van. Tehát azt hiszem, hogy ezek is fontos szempontok lehetnek, hogy ne csak a gyerek szempontjából fókuszálni az adventre, hanem itt felnőttként is megtalálni. És amit szintén mondtam, hogy valahol egy picit azon is elgondolkodni, hogy ez a karácsony ünneplése, az nekem mit jelent.
Ugye hívő emberként picit most így lementünk erre a szeretet ünnepre, ami nagyon fontos, hogy ezt egy ilyen profanizált ünnepi alakult át, és ugye a keresztény tartalma azért az ünnepnek az, hogy én szeretve vagyok. Tehát nem csak a szeretetet ünneplem, hanem hogy én vagyok annyira fontos valakinek, hogy ő miattam lett emberré. Tehát, hogy az Isten annyira el akarta mondani az embernek azt, hogy milyen fontos számára, hogy nem csak közvetítőket küldött, hogy a prófétákon keresztül, meg a választott népen történetén keresztül beszélni, hogy az ember fontos számára, hogy ő maga lett, hogy egészen közel jöjjön hozzám, hogy elhiggye magam. És szerintem nagyon sokan azt hiszem, hogy karácsonykor ettől szenvednek, főleg, ha egyedül vannak, vagy valaki elhunyt a családba, ha már megint a család téma, hogy akkor most én hogy is vagyok tulajdonképpen, és lehet, hogy erre is rá lehet mondjuk így a karácsonynak készül nézve, hogy valahogy ezt eljuttatni magam felé üzenetként, hogy én fontos vagyok, én szerethető, én értékes vagyok. És most kérek meg mindenkit, hogy ami eszébe jutott a témával kapcsolatban, ne felejtse el, mert egy hét múlva továbbra is adventről fogunk beszélgetni, és az adventi készülődésről fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábornak is a mai műsort. Kellemes adventi készülődést kívánok a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjének. Egy hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!